Jó estét kívánok! Önök az Ajka TV híradóját látják február 20-án szerdán. Nézzük legérdekesebb témáinkat röviden. Egészségnap volt a Szentgyörgyiben. Kortárs segítőknek tartottak vetélkedőt rendőri segítséggel. Az ápolók napját ünnepelték a Magyar Imre Kórházban. A Semmelweis Egyetem által meghirdetett 4. országos egészségverseny 3. fordulója keretében egészségnapot tartottak a Szentgyörgyi Albert középiskolában hétfőn. A vetélkedésben egy 11. és egy 13. osztályos csapat vett részt, de tulajdonképpen az egész iskolának szólt. A rendezvény témáját megadott szempontok alapján a csapatok választották ki, majd berendezték a helyszíneket, az iskola tanulói pedig interaktív bemutatók keretében ismerkedhettek az egészségmegőrzés és az elsősegélynyújtás fortéjaival. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem versenye igen népszerű a középfokú oktatásban résztvevők számára. Így ez a mostani is, amelyre az országból több száz csapat jelentkezett. 448 csapat jelentkezett a versenyre. Hát reményeink szerint mindenkinek tetszeni fog ez az egész nap, ugye, és nem csak ugye a verseny miatt szerettük volna ezt megcsinálni, hanem így a diáktársaink miatt is, hogy azért mondjuk egy helyszínen segítséget tudjanak nyújtani a mentősöknek, vagy a rendőröknek. A verseny már a 3. fordulójánál tart, és úgy is mondhatnánk, hogy most lépett ki a virtuális térből. Az első 2 internetes forduló volt, ahol 10-12 perc állt rendelkezésre egy kérdőív kitöltésére. Az iskolából 2 csapat indult, céljuk a budapesti döntőbe kerülés. Felmehetünk Budapestre, és ott prezentálhatjuk ezt az egész napot, ugye, ami itt az iskolában történt, és hát reméljük, hogy sikerülni fog, és ha jól tudom, akkor ott is szituációs feladatok lesznek. A SOTE, azaz a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 4. éve szervezi meg ezt a versenyt, amin tulajdonképpen az ország bármely középiskolájából indulhatnak diákok. Igazából nagyon komoly anyagokat kapnak a diákok, tehát körülbelül 200 oldalnyi egészségmegőrzési, egészségtudománnyal kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. A hétfői nap feladatai szabadon választhatók voltak. A lényeg az, hogy az egészségvédelem és az egészségmegőrzése legyen a középpontban. Az egyik osztályunk, amint már elhangzott, ők az elsősegélynyújtást választották, a 13-asok pedig arra szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét, hogy a nem kívánt terhességeket meg kell előzni, hogy ehhez ismeretek kellenek, hogy a fogamzásgátlás a párnak a felelőssége is feladata, és ehhez kapcsolódóan csináltunk előadásokat, olyan ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket mutatunk be, ami a nő egészségéhez, de egy várandós anyuka egészségéhez is nagy mértékben hozzájárul, és itt előadásokra, kiállításokra készültünk. Azon kívül a lelki egészség is beletartozott ebbe, tehát olyan szórólapokat osztunk ki a diákoknak, telefonszámokat teszünk közé, ahol bármilyen probléma, szexuális zaklatás, bántalmazás esetén fordulhat. A rendezvényen az egész iskola megmozdult, a csoportok óránként váltották egymást. A jelek szerint sikerült olyan témákhoz nyúlni, amik közel állnak a mai fiatalok mindennapjaihoz. Ezt az egészségnapot, ezt egy videomontásban össze fogjuk állítani, és ezt az egyetemnek vissza fogjuk küldeni. A további meg rajtuk fog állni, hogy visszaküldik-e a pozitív, esetleg pozitív visszajelzést. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont József Attila utcai épületében február 19-én délelőtt Gyuris Mónika rendőrfőhadnagy kiemelt bűnmegelőzési főelőadó vezetésével a városban működő kortárs segítőknek tartottak képzéssel egybekötött vetélkedőt. A kiemelt cél az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése. Gyuris Mónika Németh Gábor rendszergazdával érkezett a kortárs segítőkhöz, akik a városban élő időseknek nyújtanak segítséget tanácsokkal és felvilágosító előadásokkal, hogy ne váljanak áldozattá, ne történjenek velük bűncselekmények. A programot, mely a Fókuszban a biztonság címet viseli, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósítják meg a megyében és városunkban is. Szám szerint Ajkán 55 fő vesz részt ebbe a programba. Maga a program Veszprém megyéből indul, de már országosan is kiterjesztésre került. A főkapitányságnunk van egy pályázat, a Fókuszban a biztonság címmel. Ez a pályázat, maga a megvalósítás is előző év januárjában indult, és ez év május végéig tart. És a program keretén belül az idős bűnmegelőzési kortárs segítőknek tartunk a mai napon vetélkedőt, illetve egy felkészítő foglalkozást.
A kapitányság és a főkapitányság szívügye a lakosság szubjektív biztonságérzete, az áldozattá válás megelőzése. Mindenki érezze jól magát lakókörnyezetében, és az időseket szólítottuk meg első körben, ők azok, akik kiemelt célcsoport a bűnözőknek, ők azok, akik hiszékenyebbek, jobban megbíznak az emberekben, nem feltételezik senkiről, hogy rossz indulatúak, vagy rosszat akarnak tőlük, és képezzük őket folyamatosan, hogy a különféle trükköknek, legendáknak nem kell bedőlni. És ők azok, akik ugye az otthon lakókörnyezetbe lépő kortársaiknak, hasonló idős embereknek adnak tanácsokat. Első alkalommal ugye ebben a hónapban volt a biztonságos internet napja, illetve február 22-én lesz az áldozatok világnapja, kettőt összekapcsoljuk, és egy ilyen rövid tájékoztató keretében tájékoztatjuk őket az újabb trükkökről. Bűnmegelőzési totó, közlekedési kérdezfelelek, keresztrejtvény, szórejtvény, kresztet szerepelt a feladatok között, melyben lemérhették a segítők tudását, akik, mint kiderült, nagyon jól felkészültek voltak. Első helyezett a Bánki Természetjárók csapata, második a Diabetes Nyugdíjas Klub, harmadik az Egészségügyi Nyugdíjas Klub csapata lett szoros küzdelemben. A résztvevők valamennyien biztonságos közlekedés segítő eszközöket kaptak, jó megfejtéseikért ajándékba. Február 19-e Kossuth Zsuzsanna születésnapja, a Magyar Ápolók napja. Ez alkalomból a Magyar Imre Kórházban is ünnepséget tartottak, ahol díjakat és díszoklevelet adtak át a szakdolgozóknak, illetve az idén először a szakmai gyakorlaton lévő tanulóknak. Az Ápolók napján a rendezvény ünnepi műsorral kezdődött, majd dr. Nagy Zoltán főigazgató köszöntőjében kiemelte, az orvoslás gyógyítás folyamatának legfontosabb szereplői az ápolók, akiknek áldozatos munkáját nem csak ezen a napon kell méltatni. Az az ápoló, aki hitvallással mondja, hogy nem tudnék más csinálni, megtalálja, megvalósítja magát, és ennek a világnak megismérhetetlen éltető elemévé válik. A mai napon azokat ünnepeljük, akik nélkül nincs gyógyítás, akik nélkül nincs egészségügy, és akik hivatásukhoz méltóan a beteg ember megsegítésére esküdve végzik munkájukat. Akik végtelen türelemmel és empátiával szolgálják napjainkat, és akik képesek embertársaikért minden egyebet kizárni életükből, hogy a maximumot adhassák azoknak, akikért ők a világra jöttek. Sümegi Józsefné ápolási igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a kórházban elkötelezett ápolók dolgoznak, akik hivatástudattal végzik munkájukat, folyamatosan képzik magukat, mely a legfontosabb a csapatmunka szempontjából. A köszöntők után a kórházi gyógyszertár mutatkozott be, az ott dolgozók előadásában a gyógyszertár történetével, a készítményekkel, a gyógyszerkiadás szabályaival, a gyógyszerek fajtáival ismerkedhettek meg a résztvevők, hiszen minden évben ezen a napon a kórház egyik osztálya vagy részlege készül előadásokkal. Így a Vándorkupa a sürgősségi betegellátó osztályhoz került, jövőre ők mutatkoznak be. Ezen a napon adták át a Kossuth Zsuzsanna díjat, melyet az idén hárman vehettek át. A sürgősségi betegellátóban, a műtőben és a baleseti sebészeten dolgozó szakápolók közül, és hagyományteremtő szándékkal az idén először a kórházban szakmai gyakorlaton lévő tanulók munkáját is elismerték. Négyen vehettek át a kórház által alapított díszoklevelet, ők valamennyien a Szent Györgyi Albert szakképzőiskola tanulói. A magas színvonalú rendezvényen nem csak azok örültek, akik elismerést kaptak, hanem valamennyi dolgozó azzal a jó érzéssel távozhatott, hogy értékelik a munkáját, elkötelezettségét. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. Február 21-én 14 órakor itt a Farsang Állabál címmel kézműves foglalkozás lesz a Farsang jegyében a Városi Múzeumban. Február 22-én 18 órakor Ajka Városi Bányász Fúvózenekar farsangi koncertjének nyilvános főpróbáját hallgathatják meg a Művelődési Központ színház termében. Másnap, február 23-án 18 órakor tartja a zenekar koncertbemutatóját a Művelődési Központ színház termében. Február 24-én 8 óra 45 perckor indulhatnak a túrázók Ajka környékének megismerésére az 5. számú gyalogos nyílt túrájával. A cél ezúttal a somlóhegyi Szent István kilátó. Érdeklődni a részvétel körülményeiről Treiber Ágnesnél, a túravezetőnél a 0630 544 06 25-ös telefonszámon lehet. Február 25-én 15 órakor a Nyugdíjas Szabad Egyetemi sorozat előadása lesz a Művelődési Központ színház termében.
Duká József előadását hallhatják Családi kalandok Vietnámban címmel. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket is. Csütörtökön egy újabb hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, délután egyre nagyobb területen elered az eső. A nyugati szelet több felé élénk lökések kísérhetik. Napközben 11 fokra készülhetünk. Pénteken a front mögött erős, viharos, északi szélre számíthatunk, helyenként záporokkal. Felhős és enyhe lesz a hajnal, de délután sok felé kisüt a nap. 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Facebook oldalunkon pedig üzenhetnek is szerkesztőségünknek. Legközelebb friss hírekkel péntek este 7 órakor jelentkezünk. Mai adásunk ismétlését ma éjjel 11 órakor, valamint holnap 9, 15, 19, 23, pénteken pedig 9 és 15 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát, kérem maradjanak velünk!